Műsorunk vendéges Lingár Irén, a Topolyai Termelők Egyesületének az elnöke. Jó napot kívánok! Jó napot, üdvözlöm Önöket! A Termelők Egyesülete a szervezője az idén is az Expo mezőgazdasági és gazdasági kiállításnak, melyet idén új helyszínen rendeznek meg, de halljuk a részleteket. Idén 14. alkalommal szervezzük meg az Expo kiállítást Topolyán. Ez több néven is futott már több szervezővel. És a mi szervezésünkben ugye idei évben harmadik alkalommal zajlik ez a kiállítás. Ugye az első évben is már az volt a cél, hogy ne egymaga valaki szervezze ezt az expót és a régi hagyományokra, hanem csináljunk valami újat, és ezt úgy tudtuk jól elérni, hogy egy szervezői csoport kialakult, ahol is mindenkinek megvan a saját maga szaktudása, amit behoz ebbe a kiállításba. Így módon egy komplex, mondjam azt, hogy nagyon hasznos és tartalmas kiállítást tudtunk úgy érzük összehozni, valamint a visszajelzések is erről szóltak. A csapat tovább gondolkodott, tovább fejlesztette az ötleteit, és az idei évben, mint ahogy már mondta is a konferálásban, úgy döntöttünk, hogy a helyszínt is megváltoztatjuk. Tehát eddig a mezőgazdasági iskola sportcsarnoka, valamint a környéke adott ugye helyszínt, azaz kiállító tereket nekünk. Ez nagyon szép, tágas és jó. Azonban, mint tudjuk, a szeptemberi hónapban, ugye az idei évben is 8-án, 9-én és 10-én tartjuk ezt a kiállítást, általában egybeesik a piac, valamint a vásárnak az időszakával. Most az a tapasztalat, hogy nagyon sokan bejönnek a vásárba, és már nincs kedvük, egyszerűen nincs elejük és kedvük, és fáradtak, és nem jönnek ki az expóra. Ezért úgy döntöttünk, hogy mi hozzuk be a kiállítást magára a piac, azaz a vásárnak a területére, tehát behozzuk a kiállítást a körforgásába, hogy úgy nevezzem, hogy így mondjam egyszerűen. Tehát ez azt jelenti, hogy az új helyszíne az expónak a piac területén fog zajlani. Mindaz mellett természetesen a piac és a vásár továbbra is működni fog, tehát senki kárt ilyen szempontból nem fog szenvedni. Lévén, hogy a csarnokot, azt a csarnokot használjuk, amely per pillanat üresen áll, az a régi önkiszolgáló üzletnek a csarnoka. Itt fogunk a belső teret úgymond kiépíteni, úgy szintén professzionális belső térépítőkkel dolgoztatunk. Valamint a csarnok és a kerítés közötti parkoló. Na, ez az egyedül egy, ami mondjuk nem áll rendelkezésére a piacosoknak, ugye a piacnapon szombat délelőtt, mert itt kiállítók lesznek ezen a szakaszon. Valamint a csarnokhoz és a piachoz közelebb eső parkoló lesz lezárva, bekerítve, és itt fog megtörténni tulajdonképpen a nagyobb gépek bemutatása, tehát itt lesz egy szintén kiállító tér tulajdonképpen. Most itt ugye a bolgárok, akik a piacra jönnek, egyedül kárt abban szenvednek, ugye, hogy a piacot hátulról, magyarán a kaszárnya felől lehet megközelíteni, úgy autókkal, mint gyalogosokkal, valamint kerékpárral, de természetesen az expo területére is be lehet jönni, és azon keresztül menni a piacra. Tehát ezért is döntöttünk úgy, hogy a piac meg lesz tartva, tehát nem vesszük el. Ez nekünk tulajdonképpen csak jó, mert ugyanúgy a látogatottság ezzel nő, mert valószínűleg neki kíváncsi lesz arra is, hogy mit szerveztünk mi. Mi az, amit található, látható, és ez mind nekünk csak látogatót jelent tulajdonképpen. Tehát, mint elmondtam, a helyszín változik, a második hétvége ugye az marad a régi szerint. Természetesen a tartalmak is hasonlóak lesznek, de mégsem ugyanazok. Lévén, hogy az idei évben is ugye ez gazdasági és mezőgazdasági kiállítás,
ezért ugye a kiállítók is ilyen, körülbelül ilyen összetételben lesznek ezen a kiállításon. Valamint a tavalyi évben megkezdtük megszervezni a helyi termékek kiállítását, ugye ezt a Mencs András úrral kezdtük el csinálni, és nagyon szépen mondjam azt, hogy jöttek azok a termelők, akik valamilyen terméket előállítanak, piacon árusítják, és ezeket a termékeket bemutatták ezen a helyi termékek kiállításán. Ezt folytatni szeretnénk az idei évben is. Erre külön sátor lesz persze felállítva az idei évben is, és külön helyi termékek sátora név alatt fog futni. Tehát ezek azok, amik egyelőre tervezve vannak. A mellékrendezvények közül a 14 éves hagyományon rendelkezik a pálinka verseny. Az egyik legnagyobb pálinka verseny most már az Expon zajlik. Ez természetesen az idei évben is így marad. Úgyhogy azon dolgozunk, hogy milyen díjakat, milyen nyereményeket tudjunk esetlegesen még ennek a versenynek a keretein belül. A szakmai előadások folyamatosan zajlanak a kiállításon, és ezt ebben az évben sem szeretnénk megszakítani. Pont ezért a szakmai napokra már szombat délelőtt, szombat délután folyamatosan vannak úgymond fölkérések, hát ez még a folyamatban van, hogy pontosan mi az, ami úgymond elfogadásra kerül. A másik nagyon fontos, mondjam azt, hogy esemény a kiállításon, a gyerekekkel való foglalkozás, tehát a műhely munkák, ez folyamatosan benne vannak. Az utóbbi két évben a Művelődési Ház keretein belül a bábosok szakcsoportjával, Cunkavics Edit foglalkozott a gyerekekkel. Nagyon szépen kinőtte magát egy majdnem egy kisebb táborra már ez a foglalkozás, és szabályosan a gyerekek szülők kérdezik, hogy mik lesznek, milyen foglalkozások, és várják ezt a foglalkozásokat az expo ideje alatt, és ez továbbra is folyamatban lesz. Mint ahogy említettem, a szervezést nem csak a Topjai Termelők Egyesülete végzi, ez egy komoly csapat, és hát ugye be is mutatnám az én kis csapatomat, úgymond, a társszervezőimet, hogy úgy mondjam. Ugye, mint ahogy említettem, a Művelődési Házat, akik valóban megszervezik ilyen gyerek sarkot, hogy úgy mondjam. A Topjai Községvállalkozók Általános Egyesülete. Ugye ő összegyűjti a vállalkozókat és a topjai iparosokat tulajdonképpen. A másik nagyon fontos ugye a topjai gazdakör, akivel általában a rendezvények nagyobb többségét közösen szervezzük sikeresen. A topjai idegenforgalmi szervezet nagy segítségünkre van. A Vajdasági Agrárszövetségek Egyesülete, valamint a Vélan Kft. Palicsról, aki valójában az első volt ugye az expo szervezésébe, ők vissza jöttek Topolyára, és nagy segítségünkre vannak a szervezésben. Azt se felejtsük el, hogy kik a támogatói ennek a rendezvénynek, mert tudjuk, hogy ezt úgy nem lehet, ez az igen nagy. És hát valóban a topjai önkormányzatot emelném ki elsősorban, aki a leginségesebb időben is azt mondta, hogy igen, ez egy fontos esemény. Kell az Észak-Vajdasági résznek egy ilyen rendezvény, és hogy támogatta szinte tűzön vízen átvíve az anyagiakat időközönként. A helyi közösség folyamatosan mellettünk áll, és támogat bennünket nem csak az anyagiakban, de nagyon nagy segítség a számunkra, és a legnagyobb az, hogy a közmunkaprogramban dolgozó emberek rendelkezésünkre állnak, és így nagyon sok dolgot ugye, amik útközben adódnak, segítenek ezt megcsinálni. Természetesen a pályázatok útján próbálunk különböző donációkhoz jutni még a községi pénzeken kívül. Ugye itt nagyon nagy Betlen Gábor alapkezelő ZRT,
a tartományi mezőgazdasági titkárságtól pályázatot nyertünk arra, hogy végig tudjuk csinálni ugye ezt az expo kiállítást, valamint a Magyar Nemzeti Kereskedőház ZRT-től. Most van folyamatban egy pályázatunk, én nagyon bízok benne, hogy sikeres pályázatunk fog lenni, az pedig nem maga, más, mint a mezőgazdasági minisztérium, és felismerte azt, hogy igenis az Expo az egy fontos rendezvény itt az Észak-Vásárhelyi régióban, és pályázatot adtunk át hozzájuk is, és bízunk benne, igaz, hogy még elbírálás alatt van, de bízunk benne, hogy onnan is tudunk ilyen formában eszközöket biztosítani ahhoz, hogy a rendezvény minőséges legyen, és minél nagyobb méretekben tudjuk most már csinálni. A hazai és a helybeli kiállítók mellett már az elmúlt években is voltak itt a környező országokból is kiállítók, akár csak ugye a, például a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, tehát a különféle intézmények és szervezetek is képviseltették magukat, és ezzel tulajdonképpen megkapta ez a rendezvény a nemzetközi karakterét, és gondolom, hogy így lesz ez az idén is. Természetesen az idén is bővíteni szeretnénk tulajdonképpen a külföldi kiállítók névsorát. Ugye a turisztikai irodák egymás között már úgyis kapcsolatban vannak egyébként is, ez most az Expo még csak inkább kiteljesedik, tehát jönne a magyarországi idegenforgalmi minisztériumból is képviselett, a Magyar Kereskedőház ZRT-ből több kiállítót hoznak magukkal tulajdonképpen. Valamint ugye a Kárpát-medencei régióval nagyon jó a kapcsolat, ez a Vajdasági Agrárszövetségek Egyesületén keresztül, és itt tulajdonképpen elkezdték azt, hogy egyik a másik a országának a kiállításain részt vesznek a hazai termékekkel, és ezt az expóra is szeretnék úgymond áthozni, ez már tavaly évben elindult. Kárpátaljáról, Erdélyből kiállítóink voltak. Szeretném bővíteni az idei évben ugye Szlovákiával, és így tovább, tehát a többi Kárpát-medencei országgal. És ez egy nagyon szép kezdeményezés, amit reméljük, hogy tovább folytatni tudunk, hát Magyarországról pedig nagyon sok kiállítót várunk. Már csak a helyszínből adódóan is én majdnem biztos vagyok abban, hogy az idén meg fog majd dőlni a látogatottsági rekord, de úgy tudom, hogy az előző években is azért szép számú látogatója volt ennek a rendezvénynek. Valóban tavalyiben már nagyon szépen összejöttek a látogatók, látták azt a fejlődést, haladást, ami valóban, mondjam azt, hogy kellemesebbé tette a környezetet, az igyekezetünk úgy látszik csak meghozta az eredményét, és valóban tavalyiben nagyon sok látogató volt, nagyon sokan jöttek ki, ami nekünk nagyon jó volt, hogy ugye családok végigsétáltak a kiállításon, mindenki megtalálta magának érdekességét, és ez egy jó dolog, szükség van erre Topolyának. És hát nagyon fontos hangsúlyozni, ugye, hogy a belépés eddig is ingyenes volt, és most is ingyenes lesz, sőt, emellett még a szervezők általában nyereményjátékokkal is szoktak kedveskedni, de hát valószínűleg, hogy erről majd még a későbbiekben hallhatunk, illetve hát legyen ez meglepetés majd a vásárlátogatóknak. Természetesen a tombolát azt megszervezzük az idei évben is, tehát vasárnap lesz a tombolának ugye az eredmény, tehát a húzása tulajdonképpen, de már pénteken ugye lehet a pénteki látogatók is tudják úgymond venni a tombolát, és természetesen itt szeretnénk minél gazdagabb tombolákat biztosítani. Azt látjuk, hogy a helyi, mondjam azt, hogy vállalkozók ebbe társszervezők a részükre, úgyhogy nem lesz úgy látszik probléma ebben sem, dolgozunk rajta. Valamint hát a megnyitóról szeretnék még annyit, hogy pénteken délután, ugye 5 órakor lesz az Expónak a megnyitója, minden látogatót nagyon sok szeretettel várunk az Expóra. És hát végezetül ugye ez elsősorban a potenciális kiállítóknak szól, akik szeretnének itt bemutatkozni, hogyha ezt szeretnék megtenni, akkor hol kell, hogy jelentkezzenek? Tehát tulajdonképpen a Fejlesztési Társulás irodájában helyezkedik el az irodánk, a Főutca 12 alatt, és ide eljöhetnek nyugodtan, itt jelentkezhetnek, vagy pedig a 063 10 77 640-es telefonszámot tudnám megadni, ahol mindig el tudnak érni
engem is. Az iroda az tulajdonképpen ugye a színház háta mögött, az öltözők fölött helyezkedik el. És hát még az fontos, hogy meghatároztuk, hogy minél előbb, ha jelentkezik valaki és befizeti az összeget, persze akkor árengedményt tudunk esetleg adni, mert nekünk is az igazság az, ami bejön pénz, ugye már felhasználjuk, és ez olyan oda-vissza játék, tehát hogy annak, aki meg kiállít, annak meg jön, hogyha kap árengedményt arra, hogyha előbb jelentkezik, és előbb úgymond befizeti az összeget. Köszönöm szépen a beszélgetést, és hát a mezőgazdasági és gazdasági kiállítás és vásár kezdetéig még majd visszatérünk erre a témára, és hát természetesen ott leszünk majd mi is, tehát arról is be fogunk számolni. Köszönöm szépen! Én is köszönöm a lehetőséget!